Tudod-e? Tudtad, hogy már az ókori asztékok is csokoládéimádók voltak? A megörölt kakaomagvakat kukoricaliszttel, vízzel, esetenként mézzel keverték. Majd vaníliával ízesítve italként fogyasztották. Ez a keserű folyadék, a sokoátl, Nagybecsben állt. Az Istenek italának nevezték, és csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak. Szívesen itták a csokoládét, mert frissítette testüket és lelküket, és még széppé is tette őket, hiszen bőrüket rugalmassá és bársonyossá varázsolta. A csokoládét másként is hasznosították. Amerika őslakói, az azték és maja indiánok kifejtették a kakaobabokat a termés héjából, és pénzként használták azokat. Az indián piacokon a legkülönbözőbb árukért lehetett kakaobabbal fizetni. Egy rabszolgára például 100 kakaóbab volt. A csokoládé legfontosabb alapanyaga a kakaó, ami a kakaófa gyümölcséből készül. Egy kisebb dinnye méretű gyümölcs hozzávetőleg 40 babszemet tartalmaz. A trópusi fafajta termését először leszüretelik, majd a kakaószemeket megszárítják, azután megpörkölik és megőrlik, hogy kakaóport kapjanak belőle. A kakaóbabból préseléssel nyerik ki a kakaóvajat. A csokoládé készítéséhez a kakaóvajat összekeverik kakaóporral, cukorral és tejporral. Az étcsokoládé több mint kétharmad részben tartalmaz kakaót. A tejcsokoládéból pedig sokkal több a tejpor. A fehér csokoládéból a sötét szint adó kakaópor teljesen hiányzik, csak kakaóvaj, cukor és tej van benne. A csokoládi Amerika felfedezése után jutott el Európába. A kakaó kereskedelme sokáig a spanyolok monopóliuma volt, csak ők kereskedhettek vele. A spanyolok nem szerették az indián módra vízzel és édesítés nélkül készített, esetenként csirivel ízesített kakaóitalt. Hogy ízletesebb legyen, a spanyolok cukorral készítették el. Európában a 17. században kezdett elterjedni, amikor Anna, a spanyol király lánya, hozzáment 13. Lajos francia királyhoz. A 18. századra már egész Európában ismerték és szerették. A 19. század volt a csokoládégyártás forradalma. Ekkor kezdtek szilárd csokoládé tömböket készíteni, melyeket eleinte szintén italkészítésre használtak. A modern csokoládégyártás atya a svájci Rodolf Lind, aki sima állagú, finom, könnyen olvadó csokoládét hozott létre. Örömteli olvasás: Varázsbetű: www.varázsbetű.hu